egy ilyen Párbeszéd Szegedért 2019 programot hirdetett Nemesi Pár Szegedváros független polgármester jelöltje, és több mint 30 ezer, én már nem követem, mert egyébként folyamatosan nő ez a szám, hiszen mind Facebookon, mind online ugye IP-vel, mind pedig ugye folyamatos, ha szabad így kifejeznem magam, face-to-face párbeszédek is folynak a különböző fórumokon és a rendezvényeken, ahol szerencsére azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés, és ezért ez fontos, hogy a szegedieknek tényleg nagyon-nagyon fontos Szeged jövője és a lakó környezetük jövője. Éppen ezért, hát most igazából egy picit nem mondom, hogy zártuk, de visszaérkeztek, ugye határidő volt, és visszaérkeztek ugye a különböző levelek is, hiszen több postaládában, aztán ugyan 70 ezer postaládában kiment ugye a Párbeszéd Szegedért 2019 kérdői is, és akkor ezeket egy kicsit megpörgetve végigvennénk, hogy milyen feldolgozás után ugye milyen százalékokat mutatnak a számok, illetve nagyon fontos, hogy milyen picit hosszabb lesz, igyekszünk, ezért most a végén ugye a kérdésektől eltekintünk, viszont utána mindenki ténylegesen, hogyha akinek van ideje, még interjúzhatja Nemesi Pár Szegedváros független polgármester jelöltjét, és akkor kérem, hogy néhány mondatban akkor mutassuk be tulajdonképpen ugye a programot. Köszönöm szépen, nagy tiszteletet és szeretettel köszöntöm ebbe a valóban összhangulatú időben a sajtómunkatársait. És hát úgy, ahogy a kis Balázs úr elmondta, gyakorlatilag a Párbeszéd Szegedért programunk a végéhez ért. A tekintetben, hogy ha volt egy határidő, amíg úgy gondoltuk, hogy egy nagyobb értékelést fogunk készíteni, ez megtörtént, és ez az értékelést szeretnénk, illetve az eredményeket szeretnénk visszaigazolni, hogy melyek azok a témák, és milyen mértékben látják támogatottnak, illetve érdemesnek a jövőben Szeged tekintetében a választó polgárok, illetve a szegedi polgárok. Egészen pontosan 31.264 szegedi emberrel cseréltünk véleményt, illetve egyeztettünk az ügyben, hogy a mi általunk ajánlott témák vonatkozásában mi az ő véleményük. Ez nem ért véget egyébként, azért voltam egy picit bizonytalan, mozgásérzékelő működik, azért voltam bizonytalan, mert ez a munka ez nem ért véget, azóta is, amit megszabtunk, feltételesen határidőtől kérjük vissza az információkat, nyilván történt egy zárás, azt feldolgoztuk, de természetesen az a munka folyik tovább, és hát nagyon-nagyon örülök neki, hogy a szegediek érdeklődése az langadatlan, és tovább folyik ez az egyeztetés, illetve Párbeszéd közöttünk minden nap. Ma is egyébként azért késtem, mert már reggel egy ilyen összejövetelen vettem részt, ahol elmondták az ő lakókörzetüknek a gondjait, bajait, ami az önkormányzattal összefügg. Az első blokk, amit összesen négy blokkról szeretnék beszélni, blokk az a gazdaságfejlesztés kérdése. A gazdaságfejlesztésben én három dolgot szeretnék kiemelni. Kell zöldmezős ipari park, önkormányzati feladatkörbe tartozik, kell a zöldmezős ipari parkhoz megfelelő infrastruktúra kiépítése, szintén önkormányzati feladatkörbe tartozik, ennek a finanszírozására egyrészt a toppos forrásban, másrészt a modernizáció programban rendelkezésre áll, ennek nincs különösebb akadálya, az együttműködés, a konstruktív ügyintézés szükségeltetik hozzá, és ez rendben van, rendben lehet. Nagyon fontos a Szegedi Tudományi Egyetemmel való együttműködés gazdasági téren, hiszen a magas hozzáadott értékű befektetőknek a Szegedre való fókuszálása, illetve mind területajánlás, csak és kizárólag a Szegedi Tudományi Egyetemmel való jó együttműködés és közös lobby árán valósulhat meg. Tehát tulajdonképpen ez az első blokk, hogyha nagyon-nagyon röviden szeretném összefoglalni és nem szeretném húzni az időt e tekintetben, tehát a gazdasági kérdések tekintetében ezt elemeztük ki, egyeztettük a szegediekkel. És hogy egyébként milyen volt ez ügyben a támogatás, visszaadom a szót moderátorunknak. Köszönöm. Kettő kérdés volt, ugye, hogy ön szerint szükség van a zöldmezős ipari parkok létrehozására és ezzel a gazdaságfejlesztés ösztönzésére. Hát nagyon kiemelkedően igen, 98,2% igen, nem pedig 1,8%. Egyetért én azzal, hogy a Szegedi Egyetemmel közösen olyan gazdaságfejlesztési stratégiát dolgozunk, amely Szegeden tartja a fiatalokat. Kicsit rosszabbul szerepelt, 91,8% igen, hanem pedig 8,2% volt. Köszönöm szépen. Következő ilyen blokk, egészségügy, szociális ellátás.
A Szeged városa és az egészségügyi ellátás egy picit egyedi, tehát nem egyezik a megyei jogú városok egészségügyi ellátásával. Ezt egyébként ismételten meg kell, hogy említsem, a Szegedi Tudományi Egyetemnél működő klinikai központ ittéte, valamint annak az egyesének a részeként működik másként, amit néhány évvel ezelőtt kötött a város, valamint a Szegedi Tudományi Egyetem. Természetesen azért, hogy egyébként egy jobban finanszírozható és egyébként egy szolgáltatóbarát egészségügyi rendszerünk legyen elsősorban alapellátásban, illetve járóbeteg ellátásban, az egyetemi szaktudás, az egyetemi szervezeti együttműködés és az egyetemen lévő adatbázis, illetve kóriatoknak az elérése, ennek a fejlesztése csak az egyetemmel együtt működhet. Hogyha ezt meg tudjuk valósítani, már pedig igen, akkor egyébként tudjuk ajánlani a befektetőknek, hogy Szegeden élő emberek, Szegeden élő munkavállalók egészségügyi ellátása, valamint az a kockázat, hogy mennyi lehet a munkaidő kiesésük, ez jelentősen csökkenthet és verseny előnyt jelentett a befektetők számára. De ne feledkezzünk meg a szegedi idősekről, hiszen ők már nagyon sokat dolgoztak azért, hogy mit lehetünk, azért, hogy mi itt vagyunk, és ezért fontos számunkra néhány olyan elem, amit nekik ajánlunk, illetve a jövőben nekik kívánunk megoldani. Az egyik ilyen a gyógyszer házhoz szállítás, tehát a legyénre szabott és jogosultság alapú gyógyszer szállításról beszélek egyébként az idősek számára, akiknek igenis terhet és gondot jelent, hogy elmenjenek a gyógyszertárba. Ugyanezt jelenti egyébként az ő esetükben a vízszívó rendszernek a széleskörű működtetése, akik egyedül élnek, ha egyébként nem jól vannak, tudjanak jelzést adni, és egyébként kapják meg az ellátást minél hamarabb, és ne kelljen adott esetben arra várni, hogy valaki rájtja az ajtót. Ugyancsak informatikai fejlesztés, illetve munkamódszer kérdése, hogy a járóbeteg ellátáshoz a szakorvosi ellátás vonatkozásában a sorbanállás csökkentésére, időpontok egyeztetése a járóbeteg ellátásra, ez alaptétel, azt gondolom, hogy itt közeljövőben. És utoljára hagytam egy blokkot, az az egyes kórház esete. Az egyes kórház, a volt egyes kórház tekintetében az a egyrészt tiszteletes kérésünk, hogy maradjunk meg az egyes kórház jelen pillanatban, és egyébként az a hiánysáv, ami a szegedi időskorú embereknek az egészségügyi és a szociális ellátás határán lévő ellátási rendszer, ami hiányzik a Szegedi Tudományegyetem vonatkozásában, és hogy együttműködjünk, hiszen egy klinikai ágy finanszírozása az teljesen más nagyságrendet igényel, mint az időskori akár szociális ellátás, és ez az épület egészségügyi funkcióval rendelkezik. Ennek a rendszerbeállítása, ez semmi extra beruházással nem jár, pusztán döntés kérdése, hogy a szegedi időseket egyébként szociális szempontból is jobb ellátásban tudjuk részesíteni a jövőt, illetve. Mik voltak a... Fontos kérdés így hangzott el, hogy egyetért-e ön azzal, hogy az önkormányzat olyan nyugdíjas segítő rendszert hozzon létre, amelynek része lenne a gyógyszerházhoz szállítás és a vészhívó szolgáltatás, tehát kisebb támogatást kapott egyébként, mint a gazdasági kérdés, 86,1% mondta, hogy igen kell, és 13,9% viszont úgy szavazott, hogy nem, nincs szükség erre. Úgyhogy ez volt az egészségügyi rész, amelyben azért egyébként a tegnapi napon is volt fórum, úgyhogy folyamatosan érkeznek, nem zárult a párbeszéd, most tulajdonképpen a szakma is már folyamatosan jelez, ugye Nemesi Pár Szeged város független polgármester jelöltjének, a tegnapi jól emlékszem házi orvosoknál volt fórum. Igen. A párbeszéd folytatódik, az egészségügy kimeríthetetlen, ha szabad így fogalmazni. Köszönöm szépen. Valóban a háziorvosokkal több tíz háziorvosra találkoztam, és csak azoknak szeretném megismételni, hogy a háziorvosoknak tett ajánló kedvezményünk, miszerint az iparűzési adót elengedjük, vagy egyébként nem kérjük tőlük, és erre kaptuk ugye azokat a válaszokat, hogy tájékozatlanok vagyunk, és vagyok, és szívesen föl mutatják azokat a dolgokat, ami ezt elnekezést bizonyítja. Én tegnap találkoztam több mint 30 házi orvossal, és még azt a kérdést tettem, hogy tessék mondani, van itt olyan, aki fizet iparűzési adót, nem tudom, hogy tudják-e, hogy hányan jelentkeztek, hogy igen. Tehát csak azoknak szeretném mondani, akik azt mondták, hogy nem fizetnek, igen, a 30
mondjuk legyen 30 főből 28 vizetiporőzési adót Szegeden a házi orvosi szolgálatnak. Tehát akik kicsit kritikusak voltak ez ügyben, szeretném nekik mondani, hogy esetleg egy házi orvosi konzultációt tartsanak, és akkor jobb információ birtokában lesznek. Nos, de a következő kérdéskör az a közlekedést érinti. Hát én, mint tudják, gyakorlatilag majdnem 50 éve élek Szegeden, mindig vidám szegedi emberek, nekem ez nagyon tetszik. Nyilván azért is hoztam itt a családot, alapítottam itt családot, aztán hoztam itt a szüleimet, de hát ez a reggeleket nem csak olyankor, mint a mostani reggel, meg a délután, tehát amikor esik az eső, hanem egyébként a közlekedésben helyből némi stressz helyzettel kezdünk. Dugó Szegeden simán belefér a pakliba, hogy fél órát ülünk autóba, rossz esetben még többet. Én azt gondolom, hogy ezt egyrészt nem túl nagy beruházással, de ezzel már most lehet kezelni. Ugye már említettük, és szakmailag megalapozott a dinamikus közlekedésnek a kérdése, ami azt jelenti, hogy bizonyos periódusokban egyik irányban növel áteresztő képesség, majd egy másik időszakban fordítottja. Ez gyakorlatilag a mai modern okosváros programban nem egy nagy kihívásnak a teljesítésre, csak az ötlet, valamint a megvalósítás kell talpra állítani. Hát aztán persze, hogyha beértünk és úgy gondoljuk, hogy még lehet, hogy van kávére igényünk, akkor parkoljunk le. Hát azt gondolom, hogy tudhatjuk. Most én is lettem két kört a városba, 8-szor oda egy kicsi el tudtam helyezni az autómat. És e tekintetben, tehát parkolási díjakon azt gondolom, hogy én azt szeretném ezt bőrére engedni, de ezen egyrészt a parkolási rendszer és a parkolási díjon változtatunk azzal egyrészt, hogy parkolóhelyeket növelünk parkolánzzal, díjra csökkentünk, és azokon a területeken, pedig a lakótelepen, ahol az 40-50 évvel ezelőtt épült lakásszámhoz alakították ki az akkori rendeleteknek a parkolóhelyeket, azt gondolom mindenki számára evidens, hogy ez ma már nem felel meg az igényeknek, ezért nem feltétlenül azzal a konstrukcióval, mint ahogyan most készülnek zöld területek lovására, hanem zöld terület megtartása mellett más műszaki megoldásokkal gondolunk parkolóhelyek kialakítását. Na és hát akkor, bocsánat, még egy dolog. Nagyon a lakossági fórumokon, illetve családi napokon, a személyes egyeztetéseken, de egyébként a visszakapott közösségi médián plusz kiegészítő üzeneteket a külvárosi, nevezzem így, tömegközlekedési járatoknak az igény szerinti alkalmazás, illetve sűrítése szerintem ez alaptétel. És akkor van még egy dolog, amit szándékosan hagytam utoljára, a harmadik hit kérdése. A harmadik hitba nem szeretnék bőven belemenni, hiszen számtalanszor találkoztunk már és elmondtam, hogy miért fontos a harmadik híd. Az egy olyan mérföldkő, hogy a harmadik híd megépítésével egyébként a Szeged város jövőképét 10-20 év múlva hogyan látjuk Szegedet, azt gondolom, akkor vagyunk felelősek, akkor döntünk felelősen, hogyha a harmadik hídat megépítjük, és ehhez tervezzük a Szeged jövőképét, és azt gondolom, hogy 20 év múlva egy teljesen más város szerkezetet fogunk látni, és akkor nem kell kompromisszumos vitákat lefolytatni, vagy kompromisszumot kötni azért, hogy hova kerüljön az intermodulális csomagon, nem kell kompromisszumot kötni azért, hogy hova érkezzenek a trendtrények, a távolsági buszok, hanem egyébként determinálja egyértelműen a további folytatás. Nyilván ezeknek a feladatok a megvalósítása csak ütemekben valósulhat meg, ha már egyébként a finanszírozást eddig elhúztuk, vagy egyébként a szakmai koncepció egyeztetése nem jött létre, és ezért a finanszírozás nem, vagy csak részletekben áll rendelkezésre. Köszönöm. Pontos kérdések. Ugye a témában ön szerint szükség van egy Szegeden kormányzati segítséggel épülő harmadik Tisza hídra, hát ez volt a legmagasabb, 99,2% igen és 0,8% nem. És ha jól tudom, ebben is volt egyébként egy külön megbeszélés már Budapesten, erről is majd később írtanunk, mert nagyon fontos ugye a kommunikáció és a párbeszéd, hogy igenis harmadik szegedi híd lesz. Ön szerint szükség van egy Szegeden a parkolási rendszer díjcsökkentéssel járó átszervezésre, 85,9% támogatottságot élvezett az igen, és 14,1% kicsit megdöbbentően sokan azt mondták, hogy nem.
Egyet érteljön azzal, hogy városokban a lakosság egy mobiltelefonos szolgáltatás segítségével bejelenthesse az úthibákat és a kátyúkat, egyben az önkormányzat egy átfogó járda felújítási programba kezdjen, 92,1% igen és 7,9% nem. Köszönöm szépen! A következő csomag az élhetőség, biztonság, környezetvédelem. Nagyon hosszan tudnék erről beszélni. Szó szerint néhány dolgot szeretnék kiemelni, hiszen ezügyben is egyrészt a lakótelepi városrészeken tartott családi nap, másrészt a lakótelepeken lefolytatott beszélgetések, akár a lakásfórumok, az akár otthoni sajtótájékoztatókon egyértelműen az jött le, hogy a biztonság tekintetében fontos az ott élőknek. Azon kívül, hogy a kamerahálózat telepítését mennyiben támogatják és mit várnak tőle, azon kívül természetesen fontos a hajléktalan kérdés, valamint nyilván városunkat, szeretett városunkat sem kerül el mostanság a drog megjelenése, és ennek a sajnos áldozatul eső embertársaink, az ő kezelésük, illetve az ő hát ebből a környezetből való kivezetésük komoly feladat és komoly megoldandó kérdést jelent számunkra. Én azt gondolom, az minden önmagáért beszél, hogy ma Szegeden egy, az az egy fő szociális munkás, bocsánat, utcai szociális ember fog egy fő, aki foglalkozik ezzel a kérdéssel. Nyilván ez nem működik. Nyilván fontos mellettük még a polgárőrség, rendőrség, kamera, tehát úgy unblock egy blokkba helyezve a személyes és a vagyonbiztonságunk kiemelten a lakótelepi környezetekben, de egyébként a cél az, hogy az önkormányzati időszakban Szegedvárosát fedjük le kamerarendszerrel. Természetesen az érvényben levő GDPR adatkezelések maximális betartása mellett, és nem gondolunk másra, ha a lakások, illetve a lépcsőházak biztonsági rendszeréről beszélünk, akkor azt mindenképpen szeretném kiemelni, hogy velük együttműködve és közös döntés alapján. Ha valaki nem kéri a lakótelepi lakásokba egy lakóközösség, mert ő úgy ítéli meg, hogy ez neki nem jelent többet biztonságot, természetesen ezt a kérést tiszteletben tartjuk, csak elmagyarázzuk ennek a pozitív oldalait is természetesen. A játszóterek kérdésében látjuk a lakótelepi részeket, milyen állapotok vannak a játszótereken. Ezt külön szeretnénk kezelni, elmondtuk, hogy egyrészt kirakítunk egy interaktív felületet, másrészt pedig a nagy cégeket, akik itt vannak, itt dolgoznak, hanem évtizedek óta megpróbáljuk mentorként megnyerni őket a játszóterek fejlesztésére. Még egy dolgot szeretnék kiemelni, az pedig nem más, mint a Zöld Szeged programhoz olyan módon hozzájárulni, hogy a következő ciklusban 22 000 fa ültetését fogjuk megvalósítani a közigazgatási határokon belül. Konkrét kérdések akkor jönnek, ugye egyetérte ön azzal, hogy a lakótelepeken az önkormányzat átfogó biztonsági kamerarendszer fejlesztésbe kezdjen, tehát a legkisebb támogatást kapta egyébként, 87,8%, az igen, a nem pedig 12,2%, ugye a lakossági fórumokon főként ugye a személyes világukat féltették, ugye főleg a panel lakók, és éppen ezért már van egy fejlesztés, hogy tulajdonképpen nem bekötve, monitort nézve mondjuk egy ember, hanem rögzítve, és csak hogyha történik valami bűncselekmény, akkor ugye az adott hatóság venni ezt tulajdonképpen elő ezeket a feltételeket, tehát már tudtunk ezen finomítani. Egyetért ön azzal, hogy Szegedén szabályozzuk a közterületeket, életvitelszerűen élő hajléktalanok jogait és kötelességeit, nagyon magas, igen, 94,6%, nem pedig 5,4%. Egyetért ön azzal, hogy a város átfogó környezetvédelmi stratégiát hozzon létre, amely tartalmaz a gyermekeink környezettudatos nevelését is, ugyancsak ki magasról, 92,1% az igen, a nem mindösszesen 7,9%, illetve még két kérdés volt a témában. Egyetért jön azzal, hogy Szegedváros közigazgatási területén belül a következő ciklusban 22 000 új fát ültessünk, 94%
százalék igen, nem pedig 6 százalék volt, illetve utolsó kérdés, egyetért ő azzal, hogy az illegális személylerakás büntetési tétele többszörösére emelkedjen, igen, 92,9 százalék, nem megszavazott pedig 7,1 százalék. Köszönöm szépen, segítséget. Összegzésű zárásképpen pedig, amivel kezdtem, azt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy ugyan az a határidő, amíg vártuk vissza a véleményeket a párbeszéd tekintetében, az egyébként lezárult. Ami eddig volt, földolgoztuk ezek az eredmények, és ezt minket személy szerint a csapatot és engem is arra inspirál, illetve megnyugtat, hogy jó gondolat. Amit összeállítottunk, programok, programelemeket, azok a szegediek érdekeit szolgálják, a szegediekért van, és a szegediek jelentős része, mint hallottuk, milyen arányban támogatják is ezeket a kérdéseket. Ez a program, ez a feladat nem ért véget. Folytatjuk egyébként, hiszen eddig az elmúlt, de ez több mint két hónap, két és fél hónapja folyik az én kampány programom és ennek a szervezése. Gondoljuk bele, hogy itt egy 31 ezer ember lesz, hogyha nagyon durván leosztjuk, napi 500 emberrel tartunk kapcsolatot, vagy napi 500 emberrel kommunikálunk. Ezt a tempót, ezt még fokozzuk a választási időszak hátralévő részében, még több emberhez szeretnék eljutni, még több emberrel szeretnék kommunikálni ezügyben, tehát ebből ki lehet számolni a hátralévő napok alapján, hány szegedi emberhez fog eljutni, vagy hány szegedi ember fogunk tudni aktivitásra bírni, illetve együttműködésre, véleményét hogyan juttatjuk el hozzánk. Ez a feladat, ez egy emberpróbáló feladat, azt gondolom. Csak szeretném önöknek mondani, hogy ez nekem személy szerint természetesen önként és örömmel vállaltam, sőt most már nagyon tetszik is a feladat, még inkább, mint ahogyan megindultunk. Ez 14 időnként 16 órai munkát, elfoglaltságot jelent. Ezt terveztük a program kezdetén, ezt végig fogjuk vinni 2019. október 13. 12. mert 13. választás van, 12-ig, és ezen dolgozunk, hogy még több emberhez eljusson, egyrészt, másrészt megismerjük a véleményüket. Ezzel nem ér le véget a szegediekkel való együttműködés, hiszen én azt mondtam, és most megerősítem, hogy 2019. október 13-a után pedig egy teljesen nyitott, más módszertan és más működések alapján gondoljuk az önkormányzat működését, ami azt jelenti, hogy minden szegedinek az aktuális adott problémája igenis fontos számunkra, és arra megoldást és ajánlást kell keresnünk. Természetesen az egyéni képviselő jelölteken keresztül működik ez a dolog, illetve az ő összefogásukkal, és teljesen mindegy, hogy ki milyen politikai indítatásból vagy támogatásból gondolta, hogy megméretteti magát, és egyébként jutott célba mindenkitől. Nekem mindegy, hogy jobboldali, baloldali, független, teljesen mindegy, nem szeretnék ezzel foglalkozni. Nekem egy fontos van, hogy a szegedi emberek, akikkel ebben a programban is együtt dolgoztunk, és akikkel nem, azok is a jövőben kapják meg ugyanazt a lehetőséget, akik nem vettek részt ebben a munkába, és egyébként dolgozunk együtt Szegedért. Én erre biztatom a szegedi polgárokat most ebben a választási helyzetben. Köszönöm.